Szevasztok, Szúdi Péter vagyok, a mai epizód egy újabb képértékelés, illetve fotóelemzés inkább, mert értékelni annyira nem szeretnék, inkább elemezgetni a fotókat, néhány jó tanáccsal szolgálni, és ugye titeket is mindig buzdítalak, hogy ilyen jobbító szándékú hozzászólásokat örömmel fogadok, illetve gondolom ti is szívesen megosztjátok egymással az infókat, minél interaktívabb a csatorna, annál hasznosabb. Én mindig megígérem, hogy nem tartom magamban a tanácsokat, hanem kivele. Ugye Mihály küldött nekem néhány mondatot még, ugye fotózás a hobbi szinten foglalkozik, és szeretné, hogyha néhány véleményt mondanék a fotókról. Na és hát Mihály az első olyan fotóbeküldő, aki nem Canont vagy Nikont használ, illetve azért itt volt más gép is, hanem Pentaxot. Ennek most itt tök örülök, mert egy kicsit akkor itt belemélyedtem a Pentax gépekbe, azért természetesen folyamatosan nézem a Pentaxnak a újításait, azt azért tudni kell a cégről, hogy nagyon nagy múltra tekint vissza. Nemrégiben a Ricoh nevű cég vásárolta fel, tehát gyakorlatilag a Pentax manapság már nem azt jelenti, amit mondjuk 30 éve egy filmes gép, hogy tényleg az effektív egy Pentax gép volt. Manapság inkább már csak a márkanév maradt meg, a gyártási dolgok azok a Ricoh céghez fűződnek, de ez semmit sem von le az értékéből, ez csak egy plusz info. Másik, hogy egyébként néhány éve frissen bekapcsolódott a full frame-es gépek gyártásába, és sőt, ha jól tudom, akkor már nagy formátumú vagy középformátumú gépet is gyárt a Pentax. Nézzük ennek a K50-esnek a adatait, amit Mihály is használ, itt láthatjátok. Több színben készül ez a gép, egy alapvetően egy alapmodell, de hogy így elolvasgattam a teszteket, nagyon jókat írnak róla, és hát természetesen, amikor az ember megtanul fotózni, meg még sok-sok évig, hogyha egy jó gépet választ egy jó objektívvel, akkor semmi sem tántoríthatja el a jó célok elérésétől, és ezt a folyamatot, ezt a fotográfiának, ezt az első átítását és mesteri szintre való emelését, ezt bármilyen ilyen hasonló gépkombinációra el lehet élni, pusztán ugye pénztárca függő, illetve hogy milyen célokat tűztünk ki magunk elé, milyen fotókat szoktunk készíteni, tehát szükség van-e egy komolyabb távcsőre, egy teleobjektívre, vagy elég mondjuk egy alapzoom, vagy esetleg sokszor fotózunk nagyon-nagyon gyenge fényviszonyoknál, akkor jól jönnek ezek az ilyen 1.8-as blendék, fixobik akár. Na, vágjunk is bele a képek nézegetésébe. Elsőként egy szép tájfotó a Dunánál, kapásból ugye egyrészt egy nagyon szép részletet ragadott ki Mihály ebből a tájból. Egy gyors korrekció a panoráma egy kicsit, illetve ez a horizont egy kicsit ferde, és ezt érdemes gyorsan, tényleg csak így most így első ránézésre egy ilyen kis szemmérték alapján így állítottam rajta. A másik, hogy látható egy kis hordótorzítás, ugye a nagy látószögű objektíveknél ez abszolút előfordul, ezzel semmi gond nincsen, ugye ezt az amerikaiak barrel distortionnek hívják. A másik az pont az ellenkezője, az a tűpárna torzítás, ez a pincushion distortion, ez jellemzően a teleobjektívek szokták produkálni. De a jó hír, hogy ez szoftveresen manapság pillanatokon belül meg lehet oldani. Például itt a lencse korrekciót, hogyha segítségül hívjuk, és itt ugye van rács is, ami segít nekünk abban, hogy mutassa a valódi egyenest. Itt az egyéni beállításoknál ugyan körülbelül egy ilyen 6-ot ráadok, tényleg most egy kicsit ilyen favágó módszerrel, nem méricskélek itt nagyon. Utána természetesen ezt a kis részt, ezt ki kell vágni. De ha már vágok, akkor egy kicsit kreatívan vágok. Na, ezt úgy vágtam ki, hogy itt alul ez a vonal, ez ide tartson ide az átlóhoz, ezt nagyon-nagyon szeretem. Ez a templom egy ilyen tök jó egyharmados részben van mindkét dimenzióból, és hát ugye ez a fő témánk, ez gyönyörű szép. Itt akár egy icipicit még lehet csalni, hogy így parciálisan kijelölöm, és lágyperemmel természetesen, és adok neki egy ilyen kis fény még pluszban, az árnyékokból egy kicsit kiemelem. Talán ez egy ilyen kegyes hazugság, hogy egy kicsit jobban látható legyen a belső váza ennek a amúgy már összeroskadt, széthulló félben levő tutajnak vagy csónaknak. Amúgy nagyon-nagyon szép ez a kép. Lehet, hogy egy icipici kis expót még elbír, de természetesen ez a fotóst illeti meg a végső utómunka, én csak néhány ilyen kis plusz tanácsot adnék. Gratulálok a képhez. Nézzük is gyorsan a következő fotót, hát első ránézésre tényleg fantasztikus ez a kép, nagyon szép, gyönyörű színek. Ugye nagyon sokszor látunk ilyet, csak hát nem mindig fotózzuk le, és hát ennek a tudatos kompozíciónak, ami tényleg tök jó szavakkal tudok én is illetni, alul sziluettet látunk, jó hangulata van ezeknek a lámpáknak, és ehhez jön ez az égnek ez a fantasztikus struktúrája, színei. Nézzük az adatokat. Ugye 18 mm-es legnagyobb látószögű obi, 24-nek felel meg full frame-ben, az F13-at használni sokallom, illetve keveslem, mert ugye itt a minél inkább nagyobb F-értékek láthatók,
annál szűkebb a rekesz, és az ISO 800 nagyon-nagyon sok. Ezt azért mondom, mert egy kicsit látom, hogyha belenagyítok a képbe, akkor látszik, hogy egy kicsit zajos a kép, és ez már eléri azt a szintet, amit érdemes egy kicsit korrigálni, és hát korrigálni tudunk sokféleképpen, például az ISO-t azt levisszük 100-200 vagy max 400-ra, az F-értéket 4 vagy 5,6 körül tartjuk, és akkor még bőven kapunk mélységélességet, ami ugye a barátja az ilyen tájképeknek, hiszen meg is mutatom, tehát hogyha például ugye 5,6-os blendét használunk, és azt átkonvertáljuk erre a K5-ös pentaxra, 8,4, tehát mondjuk kerekítsünk F9. Tehát ugye körülbelül full frame-nél ez már egy 9-es blendének megfelelő mélységélesség, tehát bőven elég nekünk, tehát egy kicsit ugye több volt, itt ugye 13 volt, és ilyenkor, amikor már nagyon-nagyon szűk rekesz van, akkor már diffrakció léphet fel, ami már minőségromlást eredményez. Nézzük a következő fotót, hát ez is nekem nagyon-nagyon elnyerte a tetszésem, egy gyönyörű szép téli tájkép, most készülhetett valamikor. Kompozíció is abszolút tök jó. Egy kis apró tanács, hogy ugye itt balra látható ez a fának a törzse, és itt egy kicsit kikandikál a fény, és ilyenkor egyébként szokott is lenni egy ilyen kis lencsehiba, amit szeretnek ugye boncolgatni az ilyen laboratóriumi körülmények között tesztelő emberek. Én nem tartozok hozzájuk, tehát én az összképet nézem, és inkább úgy közelítem meg ezt a kérdést, hogy vicipicit még hagytam volna, hogy ez a fatörzs, ezek a kis törzsek, ágak jobban benne legyenek balra, akkor jobban elhatárolják, bezárják a kompozíciót, ugyanez érvényes a jobb oldali fára, úgyhogy én azokból egy kicsit többet hagytam volna meg. Ugye ezeket a képeket is el lehet készíteni állványról, hogy minél inkább használjuk a tökéletes ISO 100-at. Ez itt meg is történt egyébként, ISO 100-at használt Mihály, úgyhogy ez csillagos 5-ös, F7,1, az is teljesen rendben van. Mondom, akár lehetett volna akár kisebbet is használni, de ez alapvetően rendben van, ez olyan kb. 11-es blendének felel meg. Úgyhogy nekem mindösszesen tényleg annyi hozzáfűzni valom van, hogy itt ebből a fatörzsből egy kicsit többet mutattam volna meg, néhány centivel hátrébb léptem volna, és akkor ugye benne van az a fa, meg itt a jobb oldalon is. Ezt mindig tudatosan el kell döntenünk, hogy a rendelkezésre álló képelemek legyenek azok természetes, mesterséges képelemek, vagy akár ember, azok úgy határolják a képet, hogy minél inkább, ha mondjuk egy zárt kompozíciót szeretnénk, ami ugye egyértelműen itt a fókuszpont az valahol itt van a képnek, tehát ide fókuszálunk, ami egy nagyon jó kis hely kompozíció szempontból, akkor ugye ezt az ilyen környezeti elemekkel tudjuk kihangsúlyozni, és ez a fatörzs egy kicsit jobban látszódott volna, akkor balról, illetve ez a másik fatörzs pedig jobbról határolta volna meg még jobban a kompozíciót, de mondom, így is nagyon-nagyon szuper ez a kép, gratulálok hozzá. Na nézzük az utolsó előtti fotót, fantasztikus, nekem tetszik ez a beállítás, komplementer színek azok ugye mindig a barátunk, ezt ugye a cégek is tudják, tehát a tudatalattinkra nem véletlenül vannak hatással. A marketing gépezet, azt tudjátok, mindig működik, ez a mániám. Gyönyörű ez a kép, fantasztikus, tényleg kicsit irigy is vagyok, hogy egy ilyet sikerült elkapni. Nézzük, hogy milyen objektívvel dolgoztál, 200 millis obi, ez ugye 300-nak felel meg. Jó adatokat használtál, ISO 100 az külön kiváló, ugye a kézből tartottad a objektívet, akkor az 1-250, ez pont az a záridő, amit még meg lehet tartani kézből. Pláne, hogy a K50-es Pentaxnak ennek van vázba épített rezgéscsillapítás, ami ugye egy nagyon-nagyon szuper dolog, ilyen nincs a Canon meg a Nikonoknál, csak a Sonynál, meg a Pentaxnál, meg lehet, hogy még van másnál is, csak most így a leginkább mainstream gépeket mondom. Itt ugyanúgy, amit az előbb is mondtam, hogy itt F5,6 az bőven elég lett volna, de így is tök jó a kép, nem fikázom, csak egy kis szakmai tanács. Nézzük az utolsó képet, ez az egyik legszebb kép, nagyon-nagyon tetszetős, ugye egy kis tanács, hogy ilyenkor is érdemes állványt használni, már csak azért is, mert előbb-utóbb felbukkanhat egy jármű, és az is akár egy kis dinamikát kölcsönözhet a képbe. Fantasztikus ez a kép, tényleg még azt is sugallja a fotósoknak, hogy tényleg lassítsunk 40-re, de akár nullára is, és nyugodtan álljunk meg egy helyszínen, piknikezzünk le, tegyük fel állványra a gépet, keresünk különböző látószögeket. Ugye itt látszik egy kis perspektívikus összenyomódás, ennek az oka, hogy a kitobit azt kitekert állapotban használta Mihály. Ugye látszik, hogy 55 mm-re kitekert, a 82 mm az már egy ilyen mini teleobjektív hatással jár. Az ISO 800-at az egyébként kicsit sokkal, amit is nyugodtan vissza lehetett volna lenni, ha már csak a felére veszed a F-értéket, akkor ez egy szempillantás alatt megvan, de alapvetően gyönyörű szép fotó. Ugye ezek a beállításokat, meg én itt mondok, hogy záridő, meg F-érték, meg ISO, meg egyebek, ugye nem kell mindent elhinni, ki kell próbálni. És mindenki próbálja ki a saját felszerelésének a határait. Tehát ilyen esetekben érdemes állványra lerakni a gépet, csinálni ISO sorozatokat, ISO, hogy tudom én, 100-nál kezdeni, csinálni egész 3200-ig, aztán az F-értékeket is kipróbálni. Próbáljátok ki, hogy például a lencséteknek milyen a 16-os, vagy 32-es, vagy 22-es állása, ott egyébként már van diffrakció, ezt ki kell próbálni, látni kell, nem kell mindent elhinni, se a nekem, se a laboratóriumoknak, se a teszt oldalaknak, hanem kell próbálni különböző beállításokat, blend értékeket, ISO-kat, stb. Záridőket, és bele kell nagyítani a képekbe, otthon kell vizsgálgatni, boncolgatni, és hát az a lényeg,
ennek, hogy nekünk a saját céljainknak feleljen meg, ne pedig más embereknek a befolyása alá kerüljünk, hanem ha vásároltunk egy gépet meg objektívet, akkor az nem csak el, hogy nekünk, ha a saját célunknak megfelelő az a minőség, meg beállítás, amit mi megszoktunk, megszerettünk, akkor igenis ragaszkodjunk ahhoz, ha pedig fejlődni szeretnénk, akkor mások tanácsát is fogadjuk meg, de mindenképpen gyakorlatban mindig próbáljuk ki, használjuk, és akkor meglátjuk, hogy ez most bevált, nem vált be. Mindig várom a kommenteket, hozzászólásokat, akár e-mailben, akár Skype-on, akár itt a komment mezőben. Természetesen azért egymást tiszteljük, és általában, ha van is negatív komment, akkor is azt is próbáljuk úgy megfogalmazni, hogy másokat ne sértsünk. Én természetesen hálás vagyok minden típusú kommentnek, ha nem személyeskedésről van szó, akkor ez mindenképpen hasznos szerintem mindannyiunknak. Köszi az aktivitásokat, neked Mihály, köszönöm, hogy te is vállaltad itt a nyilvánosságot, és ilyen szép képekkel örvendeztettél meg minket. Köszönöm a mai figyelmeteket is, Isten tartsa meg jó szokásatokat, most jön egy kis tél, menjetek gyönyörű téli képeket fotózni, én is teljesen kedvet kaptam, úgyhogy egy-két napon belül ki fogok menni, vagy egy normafára felmászok, vagy esetleg ha Balatonon leszek, akkor ott csinálok fotókat, videókat, mert teljesen vérszemet kaptam. Csatornára itt tudtak feliratkozni, néhány videómat még elrejtettem, ha van kedvetek közösségi médiákon megosztani, azt külön megköszönöm. És hát gyerünk irány fotózni, szevasztok, találkozunk legközelebb!